Beszélgessünk Karácsony Gergely coming out-járól. Beszélgessünk kellemes dolgokról. Tegnap különös esténk volt, mert most végzetten nem kötelező a... volt innod, nem? Hát kötelező volt. Megint leítattak minket. Csak most nem a Radics Peti dobott bele valamint a piánkba. Csaki azt mondta, hogy ő nem akar semmit inni, és a Betonfi rávettek a ládát. Magától sose csinálna ilyen. Azt mondta, hogy jaj, ne legyen már ilyen kisgyerek. Ez egy rendes munka. Itt, hogyha tegnap este hosszú volt, akkor is nyomni kell másnap reggel. Nincs izé cseszekedés. És hát milyen jó műsor lesz ez a mai. Hát gondolom. Jövő héten meg fogjuk hirdetni az időpontokat. Most már minden megvan elméletileg. Miskolc az egyetlen, ahol még nem tudjuk pontosan, hogy hol legyen az afterbuli, mert gondoltuk, hogy ezért legyen valami közös sörözés is, hogy legyen ilyen közvetlenebb része is. Szegeden már, Debrecenben már úgy nagyjából ki van találva. Miskolcon, hogyha van tippetek, hogy hova menjünk afterezni, ahol befér pár ember, az szóljon. És akkor most vannak még híreink. Emlékszem, amikor beszéltünk Tóth Gabiról, hogy hagyják már békén. Igen. Azt mondja, hogy kiszabadult a dobozok közül. Nagyon jó, nagyon örülünk, Gabi. Milyen dobozok közül? Hát gondolom, költöznek, vagy pakolt, vagy nem tudom, vagy dobozokba volt bezárva. Ebbe is belekötni már. Tóth Gabi nem rakott ki képet magának. De én is úgy gondoltam, hogy ezzel egyáltalán semmi probléma nincs. Azt viszont nehezményezi Tóth Gabi, hogy azt mondják róla, hogy Fidesznyik, meg egyfolytában más se tud csinálni, mint a Fidesz-szel dógni. És hát látod, hogy tud más csinálni. A Matyó hímzésben kimegy, csak úgy valahova. De ez, most nem... ez az otthonuk? Most nem föl lehet tudom. Is. Most a GeoGuessr az innen ebből meg tudná állapítani, hogy hol lakik. Ez viszont nem kellett GeoGuessr, hogy azt megállapítsuk, hogy ő hova ment. No. Hoppá. Ez nem izé sajtótájékoztató? Mi ez? Parlamenti szalon. A migrációs válság alatt azt akarja nekünk megmondani a baloldal, hogy kivel kellene békében élnünk, most meg azt akarja megmondani, kivel kéne háborúznunk. Parlamenti szalon, Szijjártó Péter miniszter. Mi ez a parlamenti szalon? Az csak ez. Egy újabb izé, hogy összegyűhessenek bulizni. Aztán igen. Kiraknak három képet, és akkor jaj, parlamenti szalon volt, úgyhogy ez állami ügy, úgyhogy fontos volt 3 milliárdot ráköltenünk, és akkor ennyi. Tóth Gabinak is ki lehetett utalni a pénzt a koncertért. És de akkor... hát nagyon sokan voltak a koncertjén Tóth Gabinak, nézd. Te volt. Ki ez? Ki ez? Föl kéne ismerni, biztos ez egy híres ember. Ki? Ő. Ő? Hát ott van középpontban. Na jó. Ez egy érdemes hír volt. Erről lemaradtunk sajnos. Jó, van ez így. Na, végre valami rendes hír. Hungarikum lett a hövei csipke, és a pozsonyi kifli kiemelkedő nemzeti érték a lángos. A lángos. Lángos. A másikat, azt én vagyok a műveletlen, de ne legyetek álszentek, a hövei csipkét biztos nem mindenki vágja rá, hogy mi az. Bezeg, a lángosról beraknak képet, azt tudtam magamtól is köszönöm, de a hövei csipkét, arról még nincs egy rohadt kép. Mert a pozsonyi kifli, tudod melyik? Azt el tudom képzelni, mert egy kiflinek képzelem. De ez sem csak egy kifli. Várja, a hövei csipke az nem kaja, bazzeg. Hát csak én hittem azt. Hogy miért gondoltad? Azt hittem, hogy csak kajákról van szó. De milyen kaja lenne a hüvei csipke? Hát tudom is én, bazzeg, valami tésztafajta. Ne, hát a pozsonyi kifli, az remélem nem valami szexpóz. Ezt vágom. Ugye? Ez egy olyan beigli, amit lehet enni, nem karácsonykor is, nem? Mindenki óriási beigli fan. Én valamiért nem annyira. Nagyobb hövei csipkés vagy, mint amekkora pozsonyi kifli. Hát nem tudom, a tier listen följebb raknám a hövei csipkét. Keresd már a hungarikumokra. Hát, te hogy keresek. Jó, van ez így. Mi ez? Ez a 10 perchez kell tekerni, és meg kell nézni. Na nézzük, mi történt öreg Bidennel? Az volt a sztori, hogy úgy vonult be, mint egy pankrátor. Jézusom! Jézusom! Eltöri a bokáját. Szóval voltak problémák a Barack Obamával is, de neki a karizmája, a kiállása, a beszélőkéje, az mennyivel fölötte volt a Bidennek is maga. Hát a Trumpnak beszélőkéje van, bár ne lenne, de hogy Barack Obama arra, hogy legalább ott legyen egy ember, aki úgy tűnik, mint aki kompetens, aki úgy tűnik, hogy van minimális emberség benne, hogy egy beszédben jól tud reagálni a spontán helyzetekre, meg minden, hogy van egy kiállása, az nem hiányzik az amerikaiaknak, basszus. Ez az ember képviseli őket.
ilyet mondjuk, amikor a Putyinnal találkozik, aki ugyancsak amúgy be van szarva egy pelenkából. Ami tényleg ilyen leépült öreg emberek irányítják a világot. Az Orbán az egyetlen, aki valamit tud még, aki nincs pelenkában. Ő nyomja. De tényleg, bazdmeg. Mikor lesz, amikor nem ilyen beszart öreg emberek irányítják a világot? Gondolom, ilyen stábok így megszakadnak a háttérbe, hogy ez valami koherens dolog kijön ezekből. Hát valószínűleg egy ilyen 15 gram kokain nyomtak bele ebbe a szerencsétlenbe, hogy föl tudjon menni a színpadra. Amúgy itt is azon gondolkoztam, hogy az Orbán ellen jól néz neki indítani egy ilyen 40-es, max 50-es, jó kiállású embert, aki egy, mögé egy, be lehet egy állni. Egy nem egy dödeszkit. Igen, hogy azt mondanák, hogy ezen. Ott a Feri, ő tök egészségesnek néz ki, nem ahogy így össze-vissza beszél egy mikrofon előtt. Feri, látod, hogy mindjárt kiesik a kezéből. Hát igen, ő fog ellen indulni, ha akarod, ha nem. Azt hinné egy ember, aki 30 éve kómában volt és felébredt, hogy csak egy napot voltam, nem, még mindig ugyanez a retek megy, bazd. Semmiről nem maradtál el, még mindig a Orbán meg a gyó... Igen, még mindig, jó van. Hát akkor bazd meg. 13 éve kómában. Ez sikerült megoldanatok, bazd meg. Hát, nem baj, minden kicsit rosszabb, de 400 az euró, azt megoldottuk, az rendben van. Amúgy azon gondolkodtam, hogy a Magdi anyusnak miért volt elég csak egyszer legurulni a lépcsőn, és a Bident miért kell megnézni még harmadszor is, hogy leguruljon. Miről beszélsz? Jó, van ez így. Na jó, valami jó hír is végre. Akciók lesznek a boltban. Legyen nyugdíjas műsor. Akciós lesz a párizsi. Szaladjatok a CMA-ba. Most 20% leértékelés van. Ezt jelentették be a Tóth Gabi koncert előtt? Ezt akartam, ezért raktam messze hírt, hogy be tudjam mondani, hogy nem tudom, tudjátok-e, de akciós lesz a Parizer. Menjetek boltba. Na. Szóval a kormány bejelentette, hogy azt fogják mondani a boltoknak, hogy legyen akciós a Parizer. És akciós lesz a Parizer. Ez van vicc, ez paródia, nem? A kormány akciók meghirdetésére kötelező az üzleteket, jelentette be Szent Kéri. Milyen izé, ott az, mondta, szerdán nyomta a fasz, kirakta Orbán, követtem, hogy ha szerda, akkor kormányülés. Ott izzadtak, minden rohad le ebben a szaros országban, és ezt sikerült kiizzadniuk, tessék, be van jelentve, akciós lesz a párizsi. De hát tényleg ott ültek, gondolkoztak, hogy hogyan lehetne, hogy olcsóbbak legyenek a dolgok a boltokban. Mindig nagyon drága minden. És akkor valakinek eszébe jutott, hogy de várj, akciókor nem szokott olcsóbb lenni. Igen. De mondjuk a boltok amúgy szoktak akciókat hirdetni, ezt nem értem, hogy mi történt. 20 kategóriába kell majd sorolni húsok, zöldségek, stb. Az érintett kategóriák mindegyikében mindig legalább egy terméknek akciósnak kell majd lenni. De ezek hülyék, bazd meg, tényleg idióták vezetik ezt az országot? Kussolj, mert az egyetlen kormányzó képes erő. De ezt is ezt lehetetlen kijátszani, Ádám. Például nem lehet fölnyomni egy terméknek az árát, és azt mondani, hogy utána leárazom. De nem, mert oda van írva, hogy az adott akciós terméket az akciót megelőző 30 nap átlagos áránál legalább 10%-kal olcsóbban kell majd árulni. Valóban, úgyhogy csak egy hosszabb távú inflációra számít. És nem vonatkozhat árstopos termékekre. Június 1-én bevezetik a rendszert. Ez amúgy ilyenkor mi a kecis van? Élet van a fejükben, bazd meg. Most júniusban vezetik be? Jó van, akkor most mindent kurvára megdrágítanak, mert még a 30 nap előtt meg kell ezt oldani. Úgyhogy most szaladjatok a boltba, de valószínűleg már átcímkéztek mindent. De hogy mi legyen, hogy oldjuk meg ezt a összetett politikai és gazdasági problémát, és oda kell majd írni, hogy az ilyen állami akció, hogy az nemzeti akció, Fidesz akció. Igaz, hogy nem adtunk egy büdös petákot se bele, de mondjuk 10%-os akciót, az amúgy is néha szoktak a boltok. Most ezen mi történt? Mi ez a hülyeség, bazdmeg, egy kötelező akció. Hát ez bazdmeg, mint egy paródia lenne az egész. De tényleg annyira hülyeség, hogy még csak nem is az, hogy a hatósági ár az valami. Az nem írva, fér a fejembe, hogy lehet ilyen hülyeséget. Mi lesz a... Értem amúgy, Ádám, hogy mire gondolsz, mert hogy ráírják valamire, hogy kötelező ennyiért adni. Hatósági áras. Azt így érted. Meg az egy ilyen exakt dolog. És akkor azt mondják, hogy legyen minden jó. Az meg ennek az ellentéte, az nem annyira exakt dolog. És akkor valahol a kettő között ott hempereg ez a semmi, a limbóba, basznak, hogy legyen akció. Igen, de kötelezően. De várjál, az átlag árnál legalább 10%-kal jobban kell árulni. Szóval lehet azt is, hogy felemeled előtte. Nincs az, hogy nem lehet emelni előtte 30 nap, hanem felemeled, mert az átlagos ár. Hát felemelem most a kifli 5 forint, de hogy 5 forint, 50. Jó, akkor mostantól 100. És akkor jó, akkor majd júniusban 90 lesz, és akkor örüljél, paraszt. Valószínűleg ez van, hogyha be vannak drogozva, mint a rohadt életbe, az meg, és aztán felírják a dolgokat, nem nézi ezt senki, és a Szent Királynak meg föl kell olvasnia. És izé, mi?
Á, mindegy, most már. Ki írta ezt, bazzeg? Utána bement a Szent Király, ezt ki írta? Ó, bazzeg, hát 4-20 volt, tehát most mit csináljon? De így ezért úgy írják, hogy így a fejükön van a nyakkendő, így lóg le, és akkor, ó, bazzeg. Jó ötletnek tűnt, bazzeg, hát ott rajogtatok mindnyájon. Ott nevettél. Nem mindegy, büdös parasztoknak. Jó van, mindegy, jó lesz. Jó, már a megafonosok bekészítették a videót, hogy dollárban old, de a kormány most is akciókkal segíti a szegény embereket. Miközben a Gyurcsány elvenné a pénzede, az Orbán 10%-kal olcsóbb a párizsi, amiben bel van darálva a csirkefeje, az meg. Hetente meg kell tenniük az áruházaknak. Ezt azért átgondolták, nem úgy volt, hogy csak legyen akció, hanem oda újítottak még két sort. ChatGPT-vel. Úgy van, hogy valaki... 20 kategóriába kell sorolni, Ádám, a termékeket. Mondjuk azt a 20-at össze kell szedni. Van a húsok csoport. Igen, a zöldségek. Van a zöldségek, és van a satöbbi. Így van a kormány rendeletben. Ez mi? Segnyalóklub, azt tudom ajánlani. De állítsd meg azonnal, mert fú. 3 éves videó, bazzen. Most ezt az 5 perces videó, mondjuk nincs jobb dolga. Csak mi ez? Mi ez már megint? Jó estét kívánok, hétfő este, tehát segnyalóklub van. Itt van már a stúdióban mindenki. Laci, Geri, Andris bácsi, meg a Zsolti. Szerbusztok, drágáim. Ez tényleg van munka. Ebben van. Urak, de azért jó, hogy itt vagytok. Uraim, első témánk, idézet következik. Ez a valóság? Nem tudom, mi történik. Tényleg, a szegény emberek itt hallgatják, és azt hiszik, hogy bedraboztak, hogy valami. Csöves bánat Fidesz. Azt hiszem, így tudnám összefoglalni. Nagyon jól összefoglaltak. Először is szinte majdnem mindent megismételnék. Szívem szerint, amit elmondtál, András, talán... Egyetértek veled, Gergő. Tökéletesen igazad van. Ne feledd szavad, ebben neked igazad van. Egy Isten, bazdmeg. Kérdezik az emberek, hogy szerintük mi a vicces, akkor tessék az. Tényleg? Még csak 5000-en látták, bazdmeg. Mi a franc? Ez hogy nem lett vírus videó? Ez underground. Na, ez tényleg. Segnyalóklub Zsótiékkal, erre keressetek rá. Tényleg, ez egy, azt hittem, ami nagy vírus videó volt, amiről lemaradtam, bazdmeg. Nehogy is. Nézd meg a többi videójukat. Jó estét kívánok. Hisztériakeltés. De most ez miért néz már ki? Síhák, még miatt menő volt. Íme. Mit gondoltok? Azért az ettől remél szavazatokat? Ez az. Már nem gond. Az az abnormális, amit ő képvisel. Fogalma sincs, hogy melyik világban él. Tehát az a teljesen másik univerzumban. Úgy képzelem azt, aki ezeket csinál, hogy ilyen 300 IQ-ja van. Ezt nem lehet kitalálni. Ez a peak magyar internet, nem? 500-an nézték meg! Ez elképesztő amúgy, hogy amúgy mennyire jól le is írja tényleg a szét. A közéletet, Ádám. Ez egy társadalomkritika. Több szinten működik. Ez nem csak egy elképesztő jó poén, amin hahotázunk. Igen. Vegánok versus fradisták, konfliktus a metron. Ez jól hangzik, ez valami új legalább? Igen. 2 héttel ezelőtti. Na nézzük, mit csináltak a vegánok a fradisták egymás között. A történelem legnagyobb tömeggyilkossága, és önök is hozzájárulnak. Az egy tévé ott nála? Mondjuk bazzeg, ne haragudjatok, de én, hogyha mennék haza, nem biztos, hogy ezt akarnám hallgatni. Mi a fasz gondoltak? Alig ül valaki a metrón, most mi történik? Miért basztatják itt az embereket? Amikor hús, tejet, vagy tojás, vagy más állatérdezőt terméket vesznek. Ilyen szegények azt, hogy elmegyik. A néni azt mondta, hogy nagyon elhett, tényleg nincs türelme ezeket. Keltik a bűntudatot, bazzeg, mert havi egyszer ki tudok fizetni, bazzeg, egy kibaszott húst. Hatóságjáró csirke, mert talált véletlenül a boltban. Jól van, ez így ott hallgatja ott közben. A kis csibéket egynaposan élve ledarálják, és amikor azt, hogy rabszolgaként tartják... Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Én imádom ezt az országot, bazdmeg, hát fantasztikus. Rájöttem, hogy nem zárt be a Lipót, hanem csak ott országhatárig kitolták az egészet. Úgy érzem magam néha, tényleg. Minden ország ide fogja behozni a bolondokat, ezt határig elmenek, ezt kieresztik őket. Annak idején a nőknek nem voltak jogaik. Nézd meg aztán. Adtunk nekik, és ezt csinálják. Sem pedig a színesbőrű embereknek. És ez volt a normatíva. Hogy ezt csak hazafele nyomják a munkába, vagy ez a munkájuk?
Amúgy az a legrosszabb, hogy a vegánságnak vannak tényleg legit érvek mellette, hogy miért nem fenntartható, főleg, hogy nő az emberiség, ez az állattenyésztés. Tényleg számomra elképzelhető, hogy pár száz év múlva azt, ahogy most az állatokat tartották az emberek, az nagyon ilyen sötét középkornak fog tűnni. Nyilván az erőforrásaink sokkal, hogy mondjam, hogyha azt nézed, hogy mennyi tápanyag van valamiben, meg mennyi egészséges tápanyag, szóval arányaiban sokkal több erőforrást kell egy húsra, akár egy marhára, ami nem tudom mennyi, hány ezer liter vizet fogyaszt el ahhoz, hogy nem tudom, egy kiló marhahús kapja. Meg ilyenek, szóval vannak legit dolgok. Lehet érvelni, amellett, hogy igenis kevesebb húst kéne enni, és több zöldségi eredeti dolgot. Egészséges is, fenntarthatóbb is, főleg, hogyha már 8 milliárdan vagyunk. Szóval. De ez nem ezzel lehet felhívni erre a figyelmet, bazzeg. Hát igen, az a videó, amit ott mutogatnak, úgy teszünk, mintha nem tudnánk, hogy néz ki egy vágóhíd. Mindenki tudja, hogy néz ki egy vágóhíd. Mindenki tudja, hogy borzalmas körülmények között élnek az állatok. Viszont egy jó csirkecomb, egy jó dobverő. Én amúgy meglennék hús nélkül. Én szerintem a hús tök jól helyettesíti a gomba egy csomó szinten. Nekem csomószor nem hiányzik amúgy a hús egy kajához, csak valahogy megszoktad, hogy minden köré ott kell lenni egy húsnak. Szerintem meg lehet lenni hús nélkül. Igen, mert így épül fel a konyhánk. Hogyha, de a vegán konyhában amúgy nagyon jó kaják vannak. Emlékszem, amikor voltunk Krakóban a vegán kajádában. Igen, csak ez is benne él az ilyen egyszerű magyarban, vagy nem tudom kiben, bárkiben, nem csak magyarban, hogy a vegán az csak salátát teszik. Tehogy is bazeket, annyi fajta növény és zöldség és gyümölcs van. Igen, amíg nem ismered azt a konyhát, és csak azt látod, hogy van egy darab hús, és mellette köret, addig azt fogod hinni tényleg, hogy csak a köretet eszed. Abban lehet, hogy meg tudunk egyezni, hogy mindenki egyen több zöldséget, kevesebb húst, és akkor mindenki kicsit kevesebbet visszavenne, az fenntarthatóbb lenne, de ez egy legit beszélgetés, és egy érdekes téma, és nem kell rögtön elzárkozni. Nem arról beszél senki, hogy mindenkinek kötelező vegánnak lennie, meg a vegán, meg vega az nem olyan szörnyű dolog, nem ott mondjuk most az a tejet megiszod. De itt vegánságról van szó, szóval azt mondják, hogy mészárlás a tojás. De miért? Előbb abban nincs még semmi kialakult gyúkot. Élet abban, de hogy a sajtot azt nagyon hiányolnám, szóval vegán nehezen lennék. Hogyha azt mondják, hogy mostantól nem lehet húst kapni, azt kibírnám, de azért a sajttermékek nekem hiányoznának. Na, azt is lehet helyettesíteni, és gondolj bele, Ádám, hogy ezt a tehenet, ezt elveszik tőle a gyerekét, és csak ott fejik. Ja, de nézzük, hogy ők hogyan próbálják ezt az üzenetet eljutni. Manapság az állatoknak nincsenek jogaik, és ez a normatíva. Szegény csávot próbál. Valamelyik helyes. Ja, hát feladta. Az állatokat használó iparágak hazudnak a vásárlóiknak, és azt mondják, hogy szükség... Az a baj, hogy tényleg a metrón, most ne haragudjatok be, az az egyetlen, hogy ez mindennapos, csak most épp a vegánok ordítnak, holnap majd valaki más, és akkor... Csöves. Igen, egy csöves éppen ott összeszarja magát melletted, és akkor ez így azt mondja, hogy jó, hát Budapest. Az ember, aki már évek óta itt él, az megtanulta kizárni, nem véletlen van fülhallgatója mindenkinek, meg így nem veszed észre, hogy ordibálnak valami, jó, hát metron vagyok. Mi történik, hogy nem ordibál valaki? Szóval egy vagy a sok bolond közül, aki ordibál. Ez biztos, hogy ez egy, mondjuk hát igen. Olyanok, mint ilyen NPC-k lennének. Látod, amíg az egyik beszél, több így bútor. Legyenek. Pedig ezek az állatok élni akarnak, és nem lehet humánusan megölni valakit, aki élni akar. Jusson összetekbe minden egyes választ. Tényleg, vázom, mint előre, nem tudom, van valami zseniális vibe. Ők adnak melléküldetést ahhoz, amelyhez hozzá. Szerintem igen. Igen? De várjál csak. Megerőszakolják, elveszik tőle a kicsinyét, majd amikor haszontalan az iparágnak, ledarálják élve, és megy a hamburgerbe. Ezt lehet, hogy egy ilyen előadás amúgy. Tudod, ilyen belpesti, ilyen 10 férőhelyes színház, ott szoktak ilyeneket. 3 órán keresztül ez megy, és utána megbeszéljük, hogy ez nagyon jó volt. Igen, csak itt olcsó. Mind a hárman, akik barátaid voltunk, élveztünk, csak közönségnek mead előbb az. Lehet, hogy e felé kéne mennie a világnak, és lehet, hogy nekik van igazuk. Ezzel nem erről beszélünk most, hanem arról, hogy mi a fasznak basztatják szegény embereket a metron. Amikor próbáltad a gyerekedet megetetni, majd elmentél dolgozni, és aztán ettél a spárba egy ilyen félig megrohadt húst, amit ott gyorsan megsütöttek neked 1250 forintért, akkor gyilkoltál. Jaj, geci, tényleg ez is azt a roha. 31.5-höz tekerd oda. Mi a szar ez? Ez zseniális, betelefonálós műsor. Szóval vannak ezek az emberek, ezek a... Igen, nincs kivel beszélni, fölhívom, macskos gyurcsány, korő gyurcsány. És úgy képzelem el, hogy ezeket mindegyik, valójában csak a Radics Peti egy karaktert játszik. Amúgy az nem rossz. És így sokkal szórakozhatóbb, ha így képzeled el. Veréb István vagyok, bemutatkozok. 15 évig voltam a légióban, és nem értem ezt az életet.
Mit akarnak ezek a rohadt kommunisták? A kérdés jogos. De miért nem kérdezi meg a munkáspártot? Nem érti az életed. Most ezt a Fideszre gondol? Először én is azt gondoltam, de nem. Hát most volt kötelező akció, bazd meg. Én nem mondok semmit, mert francia plégióból kapom a pénzt. Csak mikor nézem ezt a rohadt Gyurcsát. Helyben vagyunk. Mit akar még? Megölte az összes apró filoska a mifajtánkat. Rendesen megölte. Annyira szomorú bezzük. Ez az ország? Bezzük, vannak bajok. Nem csoda, hogy ezt a műsort ennyien nézik. Ne haragudj, de azzal, hogy közepesen fos csinálunk, már kiemelkedünk ebből a tengerbe. A közepes fossal. A mai adásra különösen ki fogunk emelkedni ebből. Hát ez szomorú, bazd meg. Nagyon szomorú. De és még a Gyurcsánnyal van baja. Éppen szét van az élete, és nem kéne a számon kérni, aki már 13 éve vezeti ezt az országot. A mocskos kommunisták, nem érted, hogy a családját szanaszét verték, és most ott a Gyurcsány. Ott van. Mi ez? Én, ha megyek, az oroszok oldalára fogok állni. Ezek a mocskos kommunisták. Tényleg, bazd meg, mi a fasz van ezzel az országgal? És akkor gondolkozol, hogy lehetne ebből valamit csinálni, szólni az emberekhez, hogy legyen valami, egyszer le legyen váltva ez a posztkommunista rendszer, amit a Gyurcsány meg az Orbán, de ilyenkor, amikor ezt hallgatod, gondolod, hogy bárhogy hatni lehet ezekre az emberekre, vagy egyszer meg kell várni, hogy elteljen 500 generáció, és amikor 90 évesek leszünk, akkor meg egy másik szar lesz. De nem, mert mi is bele fogunk rohadni ebbe, és mi is ilyenek leszünk, Ádám, együtt fogjuk fölhívni majd a összét, a palávert, 35 év múlva, és majd így mondjuk, hogy nem tudsz ez az emberrel szót érteni. És nyilvánvalóan borzalmasan ki van borulva, és teljesen jogosan van kiborulva, mert tényleg minden szar, tényleg szar az ország, mit tudom én, ő hozzá pedig az jut el, hogy a Gyurcsány, meg az apró klán, az próbálja megölni a magyarokat, és külföldről fogadja el a pénzt, hogy segítsen a külföldi, nem tudom, háttérhatalomnak kiirtani a magyarságot, és ő ebben él. Azt hiszi, hogy ez a valóság. És aztán fölhívja ezt a palaverbe ezt a valakit, és akkor elmondja, hogy kiborul, és ő se tud mit mondani rá. Hallgass meg, mit mond. Inkább elmegyek az orosz kódra harcolni, és itt hagyom a hazámat. Hát milyenek? Milyenek ezek? Hát hál' Istennek nem Gyurcsány Ferenc van hatalmon Magyarországon. De küldje ő a fiát, vagy küldje a marzsegi, van ott neki, vagy... Sok volt a Facebook csoport szerintem. De hát ez, hogyha tényleg csak a Fidesznek az üzeneteit nézed, akkor ez a valóság. És ez az ember ebben él. Abban, hogy annyira utálja a kommunistákat, hogy megy az oroszok... Igen. A kommunisták ellen küzdeni. Amíg a Fidesz van, én rögtön állok át. Szót a generál a tisztem. Nem, én ezt rosszul érzem magam, ez a rögünk, de mit lehet csinálni? Harcolni. Semmi szükség nincsen, semmelyik volt. Ne rögjél, csak ugyanannyit ér a szavazata, mint neked. Hát annak nem örülök, hogy a média meg a propaganda ennyire meg tudja vezetni az embereket. És tényleg most már egyre időszerűbbé válik, hogy megnézzük a 84-et. Ezt még azért nézném tovább, de elég volt. Még ajánljunk legalább egy jó dolgot. Figyelj, jött ki egy tréler. Ez tetszett, volt egy jó poén ebben a trélerben. Az egy asztalnál csatornát, azt vágjátok? Mert most ez jött egy új rész. Én rájöttem, hogy mindig erre a csatornára akartam hivatkozni, amikor tehát gondolkodtam ilyen műsorötleteket, és ez érdekel. Nem jutott eszembe, hogy ezt hozzam fel. Ez tök jó, bazzánk. Kurva jó, ez a napi ajánlásunk. De itt volt egy vicces ebben a trailerben, hogy amúgy jónak tűnik. Igényesen van kivitelezve minden. Tudod, hogy milyen szeretete és közökbe fognálom meg a férjemnél fölnevelkedni? És miért a férjednél, miért nem a feleségednél? Mert buzi vagyok. Ja, a kérdés is milyen kurva szar. Ja, Istenem, bazdmeg. Ha minden igaz, vasárnap még egy fókuszcsoport epizód is jön, amit szerintem nagyon mókás lett, mert megnéztem az aszexuálisok tüntetését, és... Mókás lett? Hát ott megpróbáltuk megfejteni, hogy az LMBTQIA-ban mi mit jelent. Magadra fogsz halagítani mindenkit. De csokival, állam. Meg a borkával. Szerintem amúgy mókás is, de közben próbáltam empatikus is lenni, de aztán valószínűleg cancelező leszek emiatt, mert... Sikerült? A cancel... Nem, empatikus. Empatikusnak lenni? Majd vasárnap kiderül a fókuszcsoporton. Na jó. Ez azt jelenti, hogy minden egyes nap árán tudtak velünk ezen a héten találkozni. Így van. Kivéve hétfőn.
Ja, mindegy. Már 70 ezer feliratkozó megvan, jól van ez így. Már csak 30 ezer hiányzik, hogy eljöjjön a Puzsér, vagy a Horváth Oszi, mert mondta a Puzsér, hogy nem jön ebbe a szarmisorba, ugye? És kövessetek Instagramon, tudom is, mit kell mondani, TikTokon, a Cérnagyárt is kövessétek. Jó van? Cérnagyáron eszméletlen content van, de érdemes lehet Patreonon is ezt a műsort. Ugye most láthattátok, milyen jó az a műsor, mennyi energiát belefordítunk minden. Ez egy ilyen másnapos műsor volt, néha az is belefér. A cserébe a többi az rohadtul igényes volt a héten. Ne, esküszünk. Jövő héten már lesz valami igényes. Jó van, jó lesz, jövő héten már biztos jó lesz. Mit néztek helyette? Nincs semmi, ez a szerencs. Gondoljátok, milyen lenne, amíg nem is fizetnétek érte a Patreonon. Úgyhogy köszönjük, aki Patreonon támogat, mert miatt jöhet. Jó van. Jövő héten ismét találkozunk hétvégén a Fókuszcsoporton. Ez volt a Jól van ez így. Hétfőn élőben itt leszünk, kedden meg vágva. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.